Isten első királyunkkal, aki Frigyet kötöttél, Máriával, asszonyunkkal, pártfogást pecsételtél, ami édes atyáinkkal szerelmünkhöz esküdtél. Szent életű királyokkal minket ékesítettél. Mint Izraelt Egyiptomból Kánán földjére vitted, azonképpen Szkítiából magyar népet vezetted. Pannoniának földjében megörökösítetted, és vélük az igaz hídben magad megismertetted. Apostoli királyunknak Szent Istvánt választotta, és mások közt Szent Lászlónak nagy kegyelmedet adta. Szomjúságát magyaroknak általa megoltotta. Gyomrából a kősziklának forrás vizedet adta. Az ő élte szentségének oly nagy volt méltósága, hogy engedett kérésének szarvasok sokasága. Kikkel táplálta életét az ő magyar népének, ki viszont hálaadást tett irgalmas Kisgimnazista koromban két életpálya felé vágytam. Megkeresem a székelyek őstörténetét, vagy pedig nagy festő lesz belőle. Érdekes, hogy egész életemben megmaradt ez a kettősség, az őstörténet és a művészet. Tudva tudatlan, édes nemzetemet szolgáltam. A jó Isten még jobban szeretett, és ezt azzal mutatta meg, hogy 1910. március 14-én fiúgyermekkel is megadományozott. Mint más években, akkor is, már egy nappal előre fel volt lobogózva városkánk a 15-i nagy nap emlékére. Szóval lobogó díszbe öltöztetett nap éjszakáján jött a nagy Isten áldás. Örömünk végtelen nagy volt ezért, s hálánk is a jó Istennek szeretetéért. Gyulának kereszteltük Gál Miklós datki unitárius lelkész kománkkal.
gyönyörű szőke fiúcska volt, aki születése óta mind a mai napig csak örömet okozott nekünk. Édesapám és édesanyám, Nászából én nem úgy születtem meg, hogy összeolvott a kettő, hanem egy ideig az édesanyám életét élem, fessek, aztán jön édesapám élete, kutatok, aztán édesanyám élete. Szóval búvó pozakként váltogatják egymást. Úgyhogy így az életem valóságos mitológiával változott. Na aztán Kolozsvárot megtörtént a kettő találkozása. És attól fogva azt csinálom, amire a sorsom kényszerít. Nem az, hogy amire kedvem van, amire most rajzolnom kell, hát mit rajzoljak, az Isten áldja meg, nincs semmi. Na, a másik pedig, hogy hát ezt meg kell már írjam, tehát ilyen kényszerítésekből formálódott tovább ez a kettőség az életemben, és ez tart mind a mai napig. Kőhalomban születtem. Ott volt édesapám állami iskolai tanító, később igazgató. Kőhalom kis szász és román nagyközség volt. A magyarok főként iparosok és tisztviselők voltak. Mi gyermekkorunkban nagyon büszkék voltunk arra, hogy Kőhalom a himnuszunkban is benne van. Vár állott, most Kőhalom. Az első két osztályt a magyar iskolában jártam. Aztán, amikor az új állam bezárta a magyar iskolát, a szászokhoz jártam, és ott is vizsgáztam a gótikus vártemplom ívei alatt. Elemi osztályaimat végül Kolozsvárot fejeztem be. Édesapám fúrófaragó ezermester volt. Azon kívül csemetekerteket szervezett. Ott tanította a gyümölcsfák ismeretére tanítványait. Dalárdát szervezett, ő tartotta az ünnepi beszédeket, orgonált és hegedült. Mellette nőttem fel. Feljöttünk Kolozsvárra, ahol az unitárius kollégiumba kapott tanítói állást. Nagyon szegények voltunk akkor, majdnem azt mondtam, hogy hál' Istennek. Mert a szegénység az egy csomó olyan emberi szépséget hoz ki belőlünk, ami egyébként csendbe maradna, nem jutna el a felszínig. Édesapám például, hogy hozzakeressen a kis tanítói fizetéshez, beállt Schuster-irastnak. De hát valamivel kellett pénzt keresni. Édesanyám szegény mosást vállalt. Végül mégse térhettünk ki a kiutasítás elől, s Kőhalomból két vagonban hoztuk fel bútorunkat, s nekiindultunk a nagy útnak. Amikor megérkeztünk az új határra, kicsiny zászlónkat, amit a mai napig megőrzött nővérem s nekem adott, kidugtuk a vagonablakon, és könnyezve elénekeltük a himnuszt. Elkezdődött a vagonlakás a szolnoki pályaudvar mellékágában. Ott kezdtem a középiskolát is. Édesapám örökké Pesten volt állást és lakást keresni. Édesanyám pedig Vilmi nővéremmel a kórházban, mivel tifuszt kapott. S én két vagon ura voltam. Büszke magyar vagyok én, keleten nőtt törzsöke fámnak. Pesti lakásunk Izabella utca 63, második udvar, harmadik emelet, 23. Jellegzetes bérkaszárnya volt, félproli lakókkal, csigalépcsővel. Édesapám a Néprajzi Múzeumban talált állást éppen Posta Béla ajánlására. A Néprajzi Múzeum könyvtárából váltogatva hozta haza nekem olvasmánynak a Vasárnapi Újság múlt századi köteteit, s abban találtam a Nemzeti Múzeum lépcsőházának magyar történelmi freskó sorozatát, Tán Mór és Locz Károly. Az egész sorozatot végigrajzoltam tussal. Ekkor rendeztem első múzeumi kiállításomat.
egy székre raktam ki a kőhalmi várból származó díszes neolitikus cserepeimet, és mögéje rajzoltam a honfoglalást. Tudatosan, tudattalanul, de aztán egész életemben ezzel foglalkoztam. El kellene érjük azt, hogy a krónikásainknak is legalább annyi hitelt adjuk, mint amennyit az újabb kutatóknak. Mindjárt itt van az, amiben senki nem kételkedett, a hét magyar törzs és a hét magyar törzs neve. Hiszen a falu neveinkben mind a mai napig él. Igen? Honnan tudunk róla? Krónikáinkból? Nem. A krónikáink egyetlen szót nem írnak a törzseinkről. Ellenben tudunk Konstantinos Porfürekendetos a Biborban született bizánci császártól, aki 950-es évek táján írt, és szinte közvetlen kedvességgel szőtte bele a szövegébe, hogy a minap járt nálam tormás és bulcsú. Ez a, szinte együtt ülünk ott vele, és hallgatjuk a kihallgatást, ami talán török tolmács segítségével történt. Tudnék, vannak krónikáink, amelyek 670 és 700-ra teszik a honfoglalást. Korai krónikák. Tehát igaz, az Árpád honfoglalása 895-96, ugyanúgy, mint ahogy hitem szerint igaz, és egyre többen vallják, a magyarok első bejövetele onugor népességgyanánt a 670-es években. Édesapámék, látván rajzi készségemet, beírattak a gimnáziumi külön rajzra. Csömöri tanár úr mindenkinek megszabta, mit kell rajzolnia. A felsősöknek gipszakantuszokat, gipszfejeket, nekünk alsósoknak lapmintát, egy nagy levelet. Igen ám, de én azt tettem, hogy nem a levelet rajzoltam, hanem a szomszéd nyolcadikos szép görög gipszfejét. Egyszer csak kiabálást hallok mögöttem. Csömöri tanár úr elvörösödve szidott, hogy hogyan merészelek én felsősöket megkérve, hogy rajzolják meg nekem fejet rajzolni. De tanár úr, kérem, ezt én rajzoltam, a mellettem ülők is bizonygatták, hogy senki sem segített. Erre a tanár úr a zsebébe nyúlt, és visszaadta a tandíjat, 10 koronát. Azt mondta, ezentúl ingyen tanítalak. És megsimogatta a fejemet. A 8 gimnáziumon keresztül ő és Hölszky tanár úr a legnagyobb figyelemmel neveltek. Én meg viszonzásul megnyertem az országos középiskolai rajzversenyt. Beírattak, mint 7. gimnazistát Szőnyi István magániskolájába. Az Erzsébet híd Pesti híd főjénél volt a 4. emeleten, és Marsovszkiné tartotta fent. Ekkor rajzoltam először mezítelen nőt. Szőnyi nem hitt a szemének, amikor bibliai kompozícióimat bemutattam. Ott előtte kellett egy feladatot megoldjak, és ettől kezdve atyai mesteremmé vált, sőt később atyai barátommá. Másik nagy ajándék a gimnazista koromnak Adi és Szabó Dezső megismerése. Akkoriban Szabó Dezső az Esti Kurírban írt egyoldalas kis értekezéseket, és az érettségi napja előtt egy gyönyörű karcolatot Széchenyiről és Kossuthról. Elolvastam, és rajongó emlékezetem szinte szó szerint megőrizte. Az érettségi magyar tétele éppen Széchenyi és Kossuth volt. Tudtam, hogy a tanárok nem olvasnak olyan destruktív újságot, mint a Kurír, és majdnem szó szerint elmondtam olvasmányomat. A tanári kar szinte-szinte hüledezett, hogy ilyen magasröptű elemzést nem hallottak erről a kérdésről. A második tételt el sem kellett mondanom. Szabó Dezsőhöz hetenként jártam a Philadelphia kávéházba.
Vele úgy ismerkedtem meg, hogy csináltam egy rajzot a segítségről. Gergely Pali, később az akadémiai könyvtár őre, meglátta. Ezt ajándékozd a mesternek. S ő vitt el oda. Egyszer a kávéházban lerajzoltam színnel. Mai napig is megvan. Azt hiszem a legjobb arckép, ami róla készült. A képzőművészeti főiskolán Rudnai Gyula volt az első mesterem. Tőle nem csak rajzolást, festést tanultam, hanem emberséget is. Csók Istvánhoz a világos színek miatt mentem át. Réti Istvánhoz pedig már mint 5 éves kerültem. Feledhetetlen volt Lika Károly művészettörténeti tanítása. Az 5. év végén megkaptam a Balló ösztöndíjat, amit rajztanároknak tűzött ki. 2 hónapot töltöttem Párizsban, Londonban, Rómában, Firenzében és Velencében. Párizsban az a megtiszteltetés ért olyan útlevele volt, hogy egy kis teremben, ahol 4 szék volt, és a pulpitoson ült a tisztviselő, bármit kiadtak a grafikai osztályról megnézésre. Én Leonardo rajzait kértem. Hoztak páncél dobozba, és megmondták, hogy csak a paszpartut szabad fogni, és úgy nézni. Hát csodálatos volt. Az ezüst rajzai, például egy ruha új, imádkozni lehetett előtte. És akkor magamban megszólaltam, hogy te László Gyula, mit keresel ezután a művészetben? Hát mindent megcsinált Leonardo. És valóban, mikor hazajöttem, körülbelül 1 mázsa, 1,5 mázsa rajzomat eltűzeltem a fürdőszobába, mindig jól befűtöttem, mikor forró volt a víz, tussoltam, utána megint, és szakítottam a művészettel. Akkor kerültem Felvinci Takár Zoltánhoz a Hopferez Múzeum kelet-ázsiai gyűjteményébe, ahol meglátott Fetti Sándor, meglátott 1-2 rajzot is tőlem, és átcsalogatott a Nemzeti Múzeumba. Fetti is nem csak kiváló régész volt, hanem pompás régészeti rajzoló is. Na tehát ő vette oda maga mellé, és hozzá egy olyan főigazgatót kaptunk, Gróf Zicsi Istvánt, akinek az emlékét csak áldani tudom. Ő mellettük nevelődtem régészé. Egyetemi disszertációm Adatok az avarkori műipar ókeresztény kapcsolataihoz jellegzetes reálrégészeti munka, Fettich és Alföldi irányítása alatt készült. A művészet mélyebben beleszólt életembe, mint azt gondoltam. A reneszánsz mesterek közt Botticellit éreztem legközelebb magamhoz. Árnyalt bánata, tiszta tekintetű női átformálták szemléletmódomat, létérzésemet. Már az első főiskolai évemben, amikor francia nyelvtanfolyamra jelentkeztem, feltűnt egy fiatal kolléganő, aki szinte megelevenedett Botticelli nő alak volt. Meg kellett ismernem, meg kellett szeretnem, s később ő lett a feleségem, Vidra Mária. A kislánykoráról nem sokat tudok. Színjeles tanuló volt a középiskolákban végig, és ebéd után addig semmit nem kezdett, míg tanulni valóját el nem végezte. Bátyával együtt nagy versolvasók, nagy regényolvasók voltak. Érettségi után a képzőművészeti főiskolára iratkozott be, és felvette a külön franciát François Gachonnál. Nos, ott láttam meg először a jelentkezéskor, és én első látásra lehetetlennek éreztem, hogy ne legyek mindig a közelében. Ott ismerkedtek meg a főiskolán, és én nem is tudom, láttam-e egyáltalán mondjuk olajképeit, rajzait ismerem, festményeit ismerem, de azok a temperák, tehát a mese illusztrációi, és nagyon szép akvarellek.
és egy hallatlan, gondos valaki volt. Szóval, ha ő abba a mese illusztrációba szeretett volna egy vakondot, vagy legyen az gomba, szóval akkor bizony ő azt utána nézett, addig rajzolta, ilyen könyvből, olyan könyvből, ilyen illusztrációt, olyan illusztrációt, összeszedte. Ő Benkhart növendék volt, és élete folyamán egyetlen meseillusztráció kép során dolgozott. És nem az elfogultság mondatja velem, de egyenrangúak a gyönyörű perzsa miniatúrákkal. Mai napig sem fejezte be, hiszen háziasszony volt, amiatt jóformán csak művésztelepi 2 hónapunk alatt tudott dolgozni. Először leányunk Emőke esküvőjére szánta. Most már jó, ha unokánkéra lesz kész. Számomra szeretett szavunk mindig felidézi azokat a sejmes, aggodalommal és odaadással terített szavakat, amelyekkel Marica simogatta beteg gyermekeinket. Olyan anyai szeretet áradt ezekből a szavakból, mint talán a csecsemő számára az anyatej jelenthet. Csodálatos meleg érzés fog el, amikor erre emlékezek. Ha éjjel felébred, s nem tud elaludni, akkor verset mond. Csodálatos értője, szerelmese a magyar költészetnek, irodalomnak és a világirodalomnak is. Gyakran idéz verseket, s ilyenkor csillog a szeme. Marica csupa szeretet, embert, növényt, állatot egyformán szólongat, szinte beszélget velük. Csodálatosan szép ez. Amit elértem, nem csupán a magam erejéből értem el, hanem feleségem Marica megértő együttérzésével és a család harmóniájával a hátam mögött tudtam véghez vinni. Évekig fizetés nélküli gyakornok, majd állástalan 80 pengős diplomás voltam, nem nősülhettem. Míg végre a Nemzeti Múzeum olyan főigazgatót kapott, akinek emberi nemessége, tudósi szerénysége örökké emlékezetes marad. Gróf Zicsi István személyében. Ő ki tudta vívni gyakornoki kinevezésemet, majd múzeumi segédőri státusomat. Így végre 27 éves koromban megnősülhettem. Esküvünk a városmajori modern templomban volt, Aba Novák freskói és Stélo Lili gyönyörű üvegablakai közt. Esküvői tanúm Veres Sándor volt, a kiváló Bartók tanítvány. Európai szintre nőtt nagyszerű zeneszerző. Öccse Veres Endre Bárdos Lajos bemutatóként elhangzott dalával kísérte a szertartást. 1937-ben megkaptam a Harizeon ösztöndíjat, amivel majd fél évet töltöttünk Görögországban. Gazdagabbak lettünk tehát a görög világgal, az iszlámmal és Bizánccal. Elkezdtem a krónikákat vizsgálni, először az orosz őskrónikákat, és ott világosan a következőket találtam. Először jöttek a fehér ugrok, amikor Heraklios és az avarok voltak. Először jöttek. Azután jöttek a fekete ugrok, amikor Oleg volt. Oleg Árpád kortársa volt. Tehát az orosz őskrónikák világosan megírják a fehér és fekete ugrok kettős honfoglalását. No, menjünk tovább Bizáncba. Egy némely bizánci krónika hírt ad, és hiteles hírt ad, arról, hogy a Fekete-tenger északi partján alakult egy nagy birodalom, az Onugor birodalom, amelynek a feje Kovrat, vagy Kurt, vagy Kürt volt, azt szerint, hogy hogy olvassuk, és akinek 5 fia volt. Amikor halálát érezte Kurt, összehívta az 5 fiát, aki 5 népén uralkodott, 5 népén. Tehát az Onugor birodalom legalább 5 különböző népből állott, akiket mind Onugornak hívtak. És vett egy nyílvesző, és eltörte, vett 5 nyílveszőt, összefogta, és nem tudta eltörni.
Na fiaim, ennek a tanulsága az, hogy ha öten együtt maradtok, akkor a pokol hatalmai se tudnak erőt venni rajtatok. Ha szétmentek, végetek van. No, meghalt, és persze a fiúk szétmentek. Egyikük maradt ott a Dél-Oroszországban, másikuk felment a Volga mellé. A harmadik 670-ben Aszparuh megalapította a Volgai a Dunai Bolgáriát. A negyedik fiú így leírva népével együtt Pannoniába jött. A Vidukin nevű korvei szerzetes világosan megírja, hogy Nimrod népe elfoglalta Pannoniát, és utána Nagy Károly reverte őket, utána. Tehát Nagy Károly előtt kellett elfoglalják. De föltette magába a kérdés, hogy pont a magyar krónikák ne tudnának róla. Tudva lévő, hogy a magyar krónikák például az avarokról se tudnak semmit. Tehát a magyar krónikák, mondom, hát hogy ne tudnának róla? Hát fejezet cím a magyarok második honfoglalása. Árpád, az a második honfoglalás. Hogy az első honfoglalást ők a hunnoknak tulajdonítják, én ezen se nevetnék. Az lényeges, hogy tudják, hogy kétszer jött be a magyarság ide. Az első ásatások a Nemzeti Múzeumból. Elsőnek Gyökér József kiskörösi vadőr hozott be egy gyönyörű avarkori leletet. Csupa arany és féldrága kő. Ez volt később a kiskörösi temető 8. sírja, kislányé, akinek pompás aranydíszes ruhája mellett egy hatalmas balta feküdt élével az ég felé fordítva. A rontó varástól védte a fejedelmi kisleányt. Ide küldött Zicsi főigazgató úr, és én izgatottan mentem, hiszen előzőleg csak egyszer voltam nagyobb ásatáson Fetich Nándorral. Megterveztem az ásatásokhoz a csontvázlapokat, amelyeken egyszerűsített, háton fekvő vázrajza volt és kérdések. Méretek, vázhelyzete, eltérés a váztól, a leletek leírása, stb. Ma már relikviának számítanak ezek a lapok, de érdekes volt a múzeum régészeinek felzúdulása ellene. Ez nem régészet, hanem néprajz. Nem alkalmazzuk. Végül is Zicsi István erélyes főigazgatói rendelete kellett, hogy morgolódva ugyan, de alkalmazni kezdték. Ma már milliméter papíron pontos sírrajzok készülnek és fényképek minden sírról. De hát akkor még benne éltünk, hogy az ásatás voltaképpen tárgyszerzés a múzeumnak. Közben megszületett első kislányunk Emőke. Engemet meg kineveztek az Erdélyi Tudományos Intézet tanárává. A 40-es bécsi döntés után. Leköltöztünk Kolozsvárra egy szép villába. Részt vettem a szárszói konferencián, mint előadó. Ott beszéltem először arról, hogy a temető egésze voltaképpen a halott települést, a halott falut mutatja. És a nemzetségi nagycsaládi temetőkben rend van, és ez a rend az életben meglévőnek a tükörképe. Ebből a felismerésből született meg a Honfoglaló Magyar Nép Élete című könyvem. Püski Sándor kötött rá szerződést. Alapját Veres Péter egyik hozzám intézett mondata igazolta. Azt mondta nekem ugyanis, hogy a mi életünket, a nép életét kutasd, ne csak örökké a fejedelmekét, meg a harcosokét. Így is lett. Ez a könyvem nemzedékeket nevelt fel. Tovább fejlesztettem ebben a könyvben a magyar nyeregről szóló tanulmányomban a lovas temetkezésről írottakat. Megjelent a kolozsvári testvérek Szent György szobra lószerszámáról írt dolgozatom is, és elindult az a közlemény áradat,
amely a mai napig körülbelül 600 nyomtatott közleményt eredményezett. Roska Márton volt a régészet nyugalmazott rendes tanára, és már az első évben magántanár lettem tanszékén. Majd 44-ben nyilvános rendes tanár, és így tanítottam a későbbi Bolyai Egyetemen is, a másodszori román világban. Két nagyobb ásatásom volt. Folytattam Kovács István Zápolya utcai ásatását, ahol is egy honfoglaláskori temetőt tártunk fel. Még egy másik nagy esemény történt a 40-es évek elején. Kijevi utam. Ez később alkalmat adott barátaimnak, hogy mindenhonnan száműzzenek. Pedig hiteles tanúk voltak arra, hogy a szovjet rádióállomás külön köszönetet mondott Fettichnek és nekem, hogy megmentettük a kijevi Lavra csodálatos múzeumi anyagát. A kiküldetést részemre voltak éppen Fettich erőszakolta ki. Nehogy azt mondják, hogy ő a sváb mehet, de magyart nem engednek oda. Rendfokozat nélküli tiszti egyenruhánk lett volna, de ilyent a honvédség nem ismer. Hadműveleti területre pedig polgári ruhában nem mehettünk volna. A németek megadták ezt. Nekem nadrág nem jutott, úgyhogy végig bricseszemben voltam. A múzeumba jártunk, de ott rettenetes hideg volt. Így haza kellett vinni a fényképezésre váró anyagot. Én fényképeztem, Fettich a leltárkönyvekből a lelőhely adatait írta ki. Nagyon jóban voltunk Kurzsenko úrral, aki titokban, gondolom, ellenőrizte, hogy nem tűnik-e el valami, de mi mindent az utolsó parányi darabig visszavittünk. Ott ismerkedtem meg a csodás szkíta bronzaikkal, de a tripoljei festett edényekkel is. Szkítiának első királya Mágog volt, a Jáfet fia, és ez a nemzet Mágog királyról nyerte a magyar nevet. Ennek a királynak ivadékából sarjadt az igen nevezetes és roppant hatalmú Attila király. Hosszú idő múlva pedig ugyanazon Mágog király ivadékából eredt Ügyek, álmos vezérapja, kinek Magyarország királyai és vezérei a leszármazottjai. A szittyák valaha igen bölcsek és szelídek voltak, földet nem műveltek, és majdnem semmiféle bűn nem fordult elő közöttük. Történelemkutatóink megállapították, hogy a szkítiára vonatkozó részeket a tudós Anonymus az Excordia Scythica néven ismert Justinus kivonatból vette át. Ez azonban mit sem változtat azon, hogy Anonymus vallotta szkítiai származásunkat és eredetünket. Részletesebben ír származásunkról Kézai Simon, László királyunk udvari papja, aki 1283 táján fogalmazta meg nagyművét a magyarok történetéről, íme. A vízözön csapása folytán Noén és három fián kívül minden test elpusztult. Végül is a vízözön után Sémtől, Kámtól és Jáfettől 72 nemzetség származott. Az óriás Ménrót, a Jáfet véréből származó Tanafia. A nyelvek összezavarodása után Evilát földjére költözött, és ott feleségétől, Enettől két fia született, Hunor és Magyar, akiktől a hunok, vagyis a magyarok származnak. Amikor a törökök elfoglalták Székesfehérvárt, és egy török tolmács talált egy magyar krónikát, föltehetőleg latin nyelvűt vagy magyar nyelvűt, amit lefordított törökre. Ezt először Vámbéri Ármi hozta Pestre, aztán pedig Blaskovics József, a Prágai Egyetem turkológus professzora, magyar ember, fordított le magyarra, meg is jelent, először megjelent külföldön, aztán megjelent itt. Amiben a következőt olvashatjuk. Amikor Nimród népe elfoglalta Pannóniát, a Kárpát-medencét, itt azonos nyelven beszélő népet talált. Magában azonos nyelven beszélő népet talált.
Hogy ennek a török krónikának mik a forrásai, azt egyelőre még nem tudjuk. Egy nagyon komoly kutató munkát igényel, ami útban van, meg lesz előbb-utóbb, de hogy ezt leírta valaki, hát nálunk azt mondják oda az Erdélybe, a Székelyföldön, hogy szél fuvatlan, nem indul. Hát valami oka kellett legyen, hogy ezt leírta. Álmos a szövetséges népek nagy tömegével jött, tehát nyilvánvaló, hogy a vérszerződéssel magához láncolt népekkel. A vérszerződés egyébként ősi szokás, a szkíta időktől kezdve vannak tárgyemlékeink rá, de a leggazdagabban a mongolok titkos története írja le a vérint való rokonságot. Ezt nem vérrokonok kötötték, hanem egymáshoz közel állók, barátsággal egymáshoz kötött emberek egymással. Tehát nem úgy kell elképzelnünk, hogy a 7 magyar törzs kötött egymással vérszerződést, hanem úgy, hogy 7 esetleg különböző nép tagjai, főfejei kötötték meg a vérszerződést. A vérszerződés a szkítáktól kezdve bizonyosan ismert volt a pusztán, mert a szkíta aranylemezek közt megtaláljuk ábrázolását. 2 egymással szemben térdeplő szkíta egy ivó kürtöt szorongat. A magyar vérszerződést Álmos fejedelemmé választása alkalmával írta le Anonymus. Talán az sem véletlen, hogy a képes krónika festője azért ábrázolta az aranysisakos 7 vezér közt Árpádot úgy, hogy magasra emeli bölényszarv ivókürtjét, hogy emlékeztesse a fogadalomra a honfoglaló vezéreket. Akárhogyan is magyarázzuk a forrásokat, egy bizonyos, a szövetséget nem egy nép 7 törzse, hanem 7 rokon, csatlakozott, szövetséges törzs vagy néprész kötötte. Talán ezzel is kapcsolatos, hogy a magyaroknak több nevük van a forrásokban. Magyar, türk, baskír, szavárd, onogur, hungar. A vérszerződés tehát a törzsfői hatalom feladását jelentette, s így a magyar nép anyakönyvi kivonata lett. És ezért mondom azoknak, akik egy vonalon keresik a magyar őshazát, hogy nem egy vonal, legalább 7 vonal fele kell mennünk, és így jóformán egész Eurázsiát magunkhoz kell kapcsoljuk, illetve egész Eurázsia kapcsol minket magához. Szóval nem egy őshazánk volt. Őshazánk Eurázsia. Ez a meggyőződésem. A pattanásig feszült nemzetiségi légkörben 44 előtt írtam, hogy Erdély földje 3 nép együttes munkájának következtében vált művelté. A magyarok, a románok és szászok együttes munkája alakította szülőföldünket. Nem szabadna megfeledkeznem arról sem, hogy a Szent László legenda, a cserhalmi ütközet, kereszténység előtti rétegének feltárását is Kolozsvárt kezdtem meg. A világosság, sötétség megkeresztelt mítoszát állapíthattam meg benne, és néhány balladánkban, főként a Molnár Annában. A Székelyföldről és Erdélyből összesen 24 helyről értesülünk Szent László legendákról. Ebből 9 vagy megmaradt a mai napig, vagy másolatok vannak elpusztult falképeikről. Szent László nem csak a határőrvidéknek, hanem egész Erdélynek védszentje volt. A falfestmények felfedezője a múlt században Huszka József, aki szerencsére jól képzett rajztanár volt, és így a festményeket nem csak leírta, hanem pontos másolatokat is készített róluk. A Szent László legenda falfestményei természetesen csak néhány évtizeddel a szenti avatás után kezdték benépesíteni a Székelyföld templomait. A művészettörténészek keltezése szerint a legkorábbiak, például Bögöz falfestményei a 13. század végéről, a 14. század elejéről valók.
Ez a dátum elegendő ahhoz, hogy egy köztudatba átment hiedelemmel leszámoljunk. Művészet történészeink egy része abban a beidegződésben, hogy a magyarságnak nem lehetett művészete, úgy gondolta, hogy a Szent László legenda képsorát is egy itáliai művész alkotta meg Váradon, a Szent László székesegyházban, s azt másolták hol jól, hol gyatrábban a falusi templomok mesterei. Alapos okunk van azt hinni, hogy a legenda jelenetei szőnyegben, rátét munkákban éltek, feltehetőleg jóval Szent László születése előtt. A középkori homokrében például pompás világfa ábrázolás került elő. Nosza pörösön meg egy csontbogozón a Szent László legenda pogány előzménye élt, a Kárpátok medencéjében jó 300 évvel Árpád magyarjainak honfoglalása előtt. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a magyar alföld a nagy eurázsiai füves pusztaságok utolsó szigete, és ennek következtében az őskortól kezdve a pusztai népmozgások, népvándorlások utolsó állomása. De az avarkor népessége telítve volt keleti népekkel, irániakkal éppen úgy, mint törökökkel, sőt, onogor magyarokkal is. A csatlakozott népeket a határvidékre telepítették határőrnek, ami alól kivétel a késői kun telepítés. Nem véletlen, hogy legendáinkat zömükben éppen a határvédő törzsek területén találjuk. Mivel e legenda változatok magva nem a magyar és az úz kun nép ellentéte, hanem a kereszténység és a pogányság küzdelme, az sem lehet véletlen, hogy legendánk éppen a határvédő népek kereszténységre térítésével bukkan fel. A kereszténység pedig telítve volt ős európai mondai örökséggel, s ezzel magyarázható, hogy az ősi pogány mítosz, amely legendánk magvát képezte, európai mondai elemekkel és képrészetekkel bővült. A csatlakozott népek még hosszú ideig saját ősi pusztai fegyverzetüket használták. Ez lehet az oka annak, hogy legendáink képeinek többségén olyan tévedhetetlen pontossággal ábrázolják ezt a fegyverzetet. A legenda nemhogy nem áll elszigetelten a középkori magyar műveltségben, hanem a dús tenyészetű legendák közül csupán csak az egyik. Ezek lejegyzése krónikáinkban a 13. század elején történt, tehát ez annyit jelent, hogy ebben az időben még elevenen éltek a régi legendák, sőt, újabbak képződése is megindult. A régi, még keleti időkből származók közül elsősorban a turulmondát, az Árpádok eredetmondáját és a csodaszarvas mondát, a magyar nép eredetmondáját tartjuk számon. A honfoglalásról számos hősének járt közszájon, például Pannónia megvételével kapcsolatban a Fehér Ló regélye, majd a későbbi időkből Botond mondája. A néplélektanból, etnológiából jól ismert a legenda és mondaképződés további alakulása. A kiemelkedő személy köré gyűlnek régi történetek, néha már értelmüket vesztett emlékrögök, s ekként kerekedik ki az új hős vagy szent köré századok, évezredek hagyományozott emlékeiből. Új, változatos, izgalmas, rokonszenvet és tiszteletet keltő szépséges mese vagy legenda sorozat. Ez történt Szent Lászlóval is. Köréje gyülekezett az európai és a gazdag népi emlékezésből mindaz, ami bátorságát, szentségét, pogányverő nagyságát, határokat őrző vitézségének lelkesítő jellemvonásait, lovagiasságának modern vonásait változatos történetekben sugalta a középkor emberének. Jellegzetes, magyar szent maradt. Az Árpádház többi szentjeivel egyetemben, mert a magyar nyelv területen kívül nem terjedt el tisztelete
és több változatú legendája. A két sebezhetetlen, vagy sebet semmibe vevő hős küzdelmét az elrabolt leány dönti el. A haláltalan hősök küzdelmébe bekerül a női elem, az tehát, amit Kálmány Lajos a boldog asszony személyében ismert fel. Ezek után nem meglepő, ha a vatikáni legendáriumban a megmentett leány helyén a boldog asszony jelenik meg. Újabban a csíki székelyeknél és a csángóknál is nyomát találták az Isten asszony tiszteletnek, a Babba holdasszony és a csíksomlyói Mária kultusz egybefonódásában. Boldog asszonynak az egész magyar népnél meglévő tisztelete láttán nem véletlen, hogy István király az országot Szűz Mária védelme alá helyezte. Falfestmény sorozatunk a magyar művészet szerény hozzájárulása az eurázsiai freskó művészethez. Ekként Szent László legendánk világosság, sötétség erői az emberiség ős emlékezetéig követhetők, és nálunk való megjelenése az általánosnak egy sajátos esete, s ennyiben egyedi. Szent László a falfestményeken kétségtelenül egyetlen alak jól felismerhető ismétlése. Ezt nem annyira feltehetően több változatban készült mintakönyveknek köszönhetjük, mint annak a lélektani ténynek, hogy Szent László arcát, fejét az egész magyarság jól ismerte, hiszen Várad zarándokhely volt, és az oltáron láthatták Szent László fej ereke tartóját, nem különben díszes, oszlopos síremlékét és a bronz szobrok szentjét. A herma feje aranyozott, csupán a szem és kék zománcos szembogara tekintett ezüst alapról a nézőre. A korona abroncsa is ezüst volt, csupán virágdísze volt aranyozott. Az arany a középkorban, mint mocsoktalan fém, a mennyei Jeruzsálem fénye volt. A herma aranyozása tehát Szent Lászlónak az égiekhez tartozását jelképezte. A négy osztású királyi koronáknak nyilván kapcsolata van Krisztus négy osztású glóriájával, s a világ mindenség négy fő égtájával. Már a 13. században Szent László fejére tettek esküt Váradon. A fej tehát nyilván ereke tartó volt. Már most a győri herma fejének formálása véleményem szerint százszor inkább románkori, semmint a 14. század gótikájáé. Ami az arcot illeti, embertan kutatóink megállapították, hogy ez harmadik Béla arcát tükrözi, az Éta királyunkét, aki alatt Lászlót szenté avatták. Erre a korra mutat közvetve a sodrony zománcos mellgallér is, amely a bizánci császári viseletet példázza. A megpattant száj, amelyből kilátszik a fogsor, és a ráncokba torlódó homlok, meg a tágra nyílt szem, a szenvedő Krisztus arcát idézi. Úgy, ahogy az például a 13. századtól kezdve egyre inkább a szenvedőt állítja elénk, és nem a testetlen Krisztus királyt. Midőn Szent László királyunk a rút tatárt kergette, hogy ővé leszembe szálljunk, azt meg nem szenvedhette. Az ellenség csalátsága sok kincsét elhintette, de Szent László imán
csaggol, kőváltozásba tette. Szent László temetésére az Isten azt rendelte. Hűrös vízén a szekere, hogy szárazon mehetne. Mely szentséges koporsóját nagyváradra vezette. Emlékezzen, feltett szövetség.